Orbán Viktor utasította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy a törvény teljes szigorával lépjen fel Zagyva György Gyula antiszemita fenyegetőzése ügyében, közölte Havasi Bertalan. A kormányfő sajtófőnöke kiemelte, a miniszterelnök az országgyűlésben több alkalommal is kifejtette, hogy Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia van. Varga Bíró Tamás híradónknak elmondta, a többszöri fenyegetés óta nem alszik éjszakánként, és fenyegetettségben élik az életüket. A Jobbik a történtek ellenére sem határolódik el egykori képviselőjétől. Folyamatosan érkeztek a jobbikos küldöttek a budapesti kongresszusi központba szombat délelőtt. A delegáltak létszáma azonban nem volt teljes, ugyanis a meghívottak majdnem egynegyede nem jelent meg a párt országos kongresszusán. Akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy készen állunk-e. Így kezdte beszédét a pártelnök. Vona Gábor elmondta, biztonságos, élhető és szabad Magyarországot építene. Létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság, ezek a Jobbik kormányzati alapvetései. A figyelő hívta fel a figyelmet, ahogy fogalmaznak, a Jobbik Medgyesi esedésére. 2002-ben ugyanis az MSZP-s Medgyesi Péter miniszterelnök jelöltként ugyanezzel a hármassal kampányolt. A küldöttek végül titkos szavazáson megválasztották Vona Gábort a Jobbik miniszterelnök jelöltjének. A jelenlévők közül 296-an szavaztak igennel, ketten tartózkodtak, 8-an pedig Vona ellen adták le voksukat. A pártelnökétől szerettük volna megkérdezni, mit szól egykori képviselőtársa Zagyva György Gyula megnyilvánulásához. A volt jobbikos képviselő ugyanis halálosan megfenyegette, és többször lezsidózta írásban és telefonon is egyik bírálóját és annak családját. A Jobbik miniszterelnök jelöltje helyett csak a párt alelnökétől és szóvivőjétől tudtunk kérdezni. Mirkóczki Ádám azt mondta, a Jobbiknak ezzel az üggyel nincs dolga, de nem határolódnak el Zagyva György Gyulától. Jobbiknak ezzel én azt gondolom, hogy nincs dolga, nem a politikusunk tette, az, hogy volt politikusunk, természetes, nem tagadtuk le eddig sem, a jövőben sem fogjuk, a stílussal nyilvánvalóan nem értünk egyet, de ugyanakkor állásfoglalást ez ügyben nem teszünk. Semmi keresni valóm nem lenne itt, semmi. Ennek ellenére itt vagyok. A Jobbik volt országgyűlési képviselőjét, Zagyva György Gyulát azért bírálta a közösségi oldalán Varga Bíró Tamás, mert közösen szerepelt többek között Hajós Andrással, Gálvölgyi Jánossal és Csintalan Sándorral a baloldali aktivista Gulyás Márton videójában. A bejegyzés után a jobboldali radikális nézeteiről elhíresült Zagyva telefonon megfenyegette Varga Bíró Tamást. A publicista így emlékezett a történtekre. A zenész a halálos fenyegetés után a rendőrséghez fordult. Azonban a vallomástétel alatt újból felhívta Zagyva Varga Bíró Tamást, aki a rendőr előtt kihangosította telefonját. Varga Bíró Tamás kérésünkre felidézte a beszélgetést. Kicsinálunk téged is, a feleségedet is, a kislányodat is. Ne aludjál otthon, meg leszel találva, elintézünk. Figyelj, VBT most már. Tényleg kérjél védelmet, kérjél rendőri védelmet, és ne aludjál otthon, de megtalálunk. Hagyjad már ezt a zsidó tempót. Egy olyan esemény történt néhány nappal ezelőtt, ami nem maradhat következmények nélkül. A KDNP-s Hollik István felháborítónak nevezte a történteket. A politikus emlékeztetett, 2010 óta zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. A Fidesz-KDNP szövetség nevében a leghatározottabban elítéljük azt, ami a Jobbiknál történt. A magyar politikában nem volt még olyan durva antiszemitizmusra példa, mint amit Zagyva György Gyula, a Jobbik kampányarca elkövetett. Nem maradhat következmények nélkül a jobbikos antiszemita botrány. A kormányfő sajtófőnöke azt közölte, Orbán Viktor miniszterelnök utasította a belügyminisztert, hogy a jobbikos Zagyva György Gyula gyalázatos antiszemita fenyegetőzése kapcsán a törvény teljes szigorával lépjen fel. A közlemény felidézi, Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlésben több alkalommal is kifejtette, hogy Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia van.